Vízen és szárazföldön is tovább bővültek a turisztikai attrakciók Sárospatakon. Aki akar, az csobbanhat tulajdonképpen a bodrogba, vagy a kishajóval kiköthet, aki akar, az majd két kerékre, a bátrabbak meg négy kerékre ülhetnek Sárospatakon. Azonnal mondjuk, hogy miért, a bodroghoz kapcsolódva új fejlesztések valósultak meg. Két évtizedes szünetet követően újra nyitott a szabad strand, új stégeket vásároltak. A Rákóczi vár aljában pedig kishajó kikötőt és sólyázó helyet alakítottak ki. A természeti látványosságok teljes eléréséhez pedig négy darab speciális terepjárót is vásároltak. Elsősorban a tengerszem, illetve a Botkő és annak a környéke, a Királyhegy környékének a megközelíthetőségét szeretnénk ezzel kihasználni. De természetesen lesz más lehetőség is, hiszen emellett 30 kerékpárra is nyertünk lehetőséget, úgyhogy a városban a kerékpárturizmusnak is a fejlesztését ezzel segítjük elő, hogy a városi közlekedésben akár kerékpárokat is lehet majd bérelni az autók mellett. A járműveket sofőrrel együtt lehet majd bérelni, még most dolgozzák ki a megfelelő konstrukciót. Remélhetőleg minél hamarabb sikerül őket talán még ebben a szezonban munkába állítani, úgymond, hiszen be kell szerezni a különböző engedélyeket, a műszaki engedélyeket, illetve azt is ki kell találni, hogy hogyan működtessünk, milyen formában ki legyen ennek a használója, a bérlője, illetve aki mint sofőr is biztosítja majd ezt a bérbeadási lehetőséget, de ha ezeket kitaláltuk, akkor remélhetőleg minél hamarabb sikerül üzembe helyezni, és a turistáknak az igényeit kiszolgálni. A kerékpárok és terepjárók helye is a régi Marci bácsi féle festékboltként ismert ingatlan lesz.